A nyári szünet után szeptember 26-án csütörtökön indult újra a Jókai Mór Művelődési Központ kis esti Storytime sorozata. Az első őszi vendég Zséda volt, aki örömmel lépett a már jól ismert színpadra. Egy olyan dallal szeretném nyitni ezt az estét, ami hát hol máshol, mint itt Pápán a legérvényesebb, amit mondani szoktam, hogy számomra mindig is az otthonról szólt, ahol a fontos emberek, emlékek vannak, mert nem az a lényeg, hogy hova vágysz, hanem hogy kitől nem tudsz elszakadni, ki mozgatja meg a szívedet, a lelkedet, ez a hétköznapi mennyország. Izgalommal tölt el az, hogy találkozom sok év után a pápai közönséggel, illetve nem is annyira sok, 2 éve volt itt a református templomban a Colorum koncertem a Talambaütő együttessel, és igaz, hogy akkor nem volt beszélgetés, de egy nagyon különleges zenei élmény az volt, úgyhogy akkor már találkoztam a közönséggel, ami az utóbbi időszakot illeti, de hát bejönni ide a színházba nekem az egy időutazás, úgyhogy az ahhoz kevés az idő, hogy így körbe tudjam járni, egy kicsit többet kellett volna itt tölteni. Az énekesnőben szép emlékeket ébresztett a színház épület. Nekem csak jó emlékem van. Hát ugye, amikor elkészült a színház, akkor a színjátszó körünk sokat lépett itt fel. Ugye az Ezer nevű lány című mesedarabban voltam én a kopár szív, amit mint az alkás, hát most már belvárosi iskola a neve, ott adtunk elő, Rózsika néni Bódi László névezetésével, és hát azt imádtam csinálni, de voltak itt konferálós munkáim, meg aztán éneklé, vagy munkák, hát ez ilyen hobbi volt, úgyhogy sok minden köt ide, meg hát sok koncert volt már, amire jó visszaemlékezni. Volt zongoristás koncert, 100 zongorával voltam a zenekarommal, sok minden volt. A pápai kislányból Zséda lett Magyarország egyik legismertebb és legkedveltebb énekesnője. A kis esti Storytime jó alkalom volt az idáig vezető út felelevenítésére. Nagyon sok minden állt össze, szerintem. Tehát egyrészt volt egy támogató családom, tanáraim, akiknek nagyon sokat köszönhetek itt az általános iskolában, és akik már így kimondták azt, hogy ezzel a tehetséggel foglalkozni kell. És így bátorították is a szüleimet, hogy bátran engedjenek el művészeti középiskolába. Tehát ez mindenféleképpen egy nagyon fontos mérföldkő volt, hogy én aztán Szentesre mentem a drámaiba tanulni. Hát aztán, de ami azután történt, az is, hát nagyon sok munka, nagyon sok döntés, nagyon sok-sok színpad, sok-sok éneklés, ami után az egyik hozta a másikat, aztán Cotton Club Singers lemezek, színházból csak a zenében maradás, szóval nagyon, nagyon hosszú út volt ez, és nem csinálnám máshogy. Hát, hogy ez így volt jó, mert azért a lelkemben én örökre vidéki pápai lány maradtam. Zsédenyi Adrián sok díjjal büszkélkedhet, felsorolni is nehéz lenne azt a rengeteg elismerést, amit az évek során kapott. Kaptam szakmai díjakat is, meg közönségdíjakat is, hát ezért az azért.
Nagyon kedves nekem, mert ilyenkor díjazzák a munkámat, meg mindazt, amit azt az energiát, meg azt a gondolkodást, amit én ebben beletettem. Úgyhogy mindegyik fontos. Tehát a fonogramdíj, az Artisius, nem is sose tudom felsorolni, de hát ugye az aranylemezek, platinalemezek, ez mind azt jelzi, hogy sok emberhez eljutottak a dalok, ami nekem a célom volt, hogy a dalokon keresztül ismerjék meg az embert, aki mögötte van, tehát soha nem akartam én így sztár lenni, vagy mindenképpen a médiában szerepelni. Én azt akartam, hogy legyenek olyan dalok, olyan zenék, olyan szövegek, amik úgy ott maradnak a hétköznapokban az emberekkel, és valahogy így az életünk zenéjeként perek tovább, kapcsolódik eseményekhez, találkozásokhoz, élményekhez, emlékekhez. Tehát mint egy gyermekkori illat, vagy egy bármi, ami, tehát ha meghallanak egy dalomat, akkor rögtön lehessen tudni, hogy most éppen akkor, amikor először ez a dal szólt, akkor találkoztam szerelmemmel, vagy ez szólt az esküvőnkön, hát sok ilyen van, és ez nagyon jó. Hát valahogy ez az, ami hajt tovább. A nosztalgiázás mellett beszéltünk kicsit a jelenről is, és természetesen megkérdeztük, mire számíthatunk a jövőben. Új lemez készül, ez most már a sokadik, 9. nagy lemez lesz, és most pont egy ilyen összegzős időszak van. Hát ugye ritkán készül lemez, most már ugye általánosságban is kevés előadó, aki készít lemezt, de nekem nagyon fontos, hogy egy ilyen több dalon keresztül tudjam megmutatni, hogy hogy gondolkodom most, hol tartok most a zenében, mint nő, mint ember. És hát egy kerek szám is közeledik, úgyhogy nagyon sok minden lesz ebben. Most már hát egy pár hónap múlva, még az idén megjelenik a lemez, és hát hamarosan egy új dal is napvilágot lát. Most egy kicsit még ilyen sejtelmes vagyok, nem sok mindent akarok elárulni róla, de szerintem az egyik legerősebb zenei anyag lesz, ami eddig született. A legutóbb megjelent két dal, az Egy ölelés a világ és a napfénytető duettek voltak. Adrián kérdésünkre elmondta, lesznek még duettek a készülő lemezen. Lesz, amit már ismernek, tehát azok, amik ugye eddig nem voltak lemezen, azokat természetesen tesszük a Dolhai Attilás Bari Laci duettet, de most Szűcs Krisztiánnal is készítek egy dalt, illetve a Krisztián írta ezt a dalt, a szöveget is, zenét is, és nekem. De aztán az az ötlet volt, hogy együtt énekeljük el, és hát ezt nagyon várom, mert a szövegeit, a zenei világát én mindig is imádtam, bár lehet, hogy ez így furcsa minket összerakni elsőre, de a kérdésedre válaszolva lesz más duettpartnerem is, igen. Zséda szeret és tud is más előadókkal együtt dolgozni. Ez szerinte nagyban köszönhető a Cotton Club Singers zenekarban eltöltött éveknek. Én nagyon együttműködő is vagyok, ugye csapatból jövök, Cotton Club Singers, tehát én nagyon tudok, meg szeretek is így több emberrel együtt dolgozni, és így befogadni azokat a mástól jövő zenei gondolatokat, érzéseket, szóval ezt én mindig nagyon szóval azokból jó dolgok fognak kisülni, és most szombaton is lesz egy ilyen, az egyik női előadóval, most még őt nem árulom el, de hát igen, nőkkel kevésbé dolgoztam együtt, és ezt most nagy izgalommal várom szombaton, fogunk a stúdióban, tehát egy kicsit ilyen dalfutáros hangulatban dolgozni, tehát hogy ott aznap felvesszük a dalt, és az egyik kolléganőmmel, ő lesz a partnerem benne. Zsédenyi Adrián azt mondta, bár ez a mondat többször elhagyta már a száját, most tényleg igaznak érzi. A lemez, amelyen most dolgozik, lesz az utolsó.